Milyen ízű a mandula gomba? Mindjárt megmutatom nektek. Porformájában fogom a kapszulából kiszórni egy kis kanálra. Így néz ki ugye a kapszula. Szerintem ilyen normál, semleges íze lesz. A kapszulát egyébként így meg kell csavarni, meg picit megnyomni, és így ketté tekeredik. Aha, és szépen ki lehet belőle szórni a port. Beszéltem itt öregedésgátlásról, ugye a noni kapszula, illetve a morinzi noni gyümölcslé kapcsán. Tehát most ennek a mandulagombának az a neve egyébként, hogy Agaricus blazei muril, nagyon fura ezt így nekem kimondani, ez nem magyar emberek szájában lett tervezve ez a név, de az életgombájának, illetve Isten gombájának is hívják ezt a gyógygombát Japánban, Kínában, tehát a hagyományos kínai orvoslásban is nagyon közkedvelt, és már beszéltem róla, hogy Brazíliában volt egy falu, vagy még lehet, hogy létezik, nem tudom, van egy ilyen legenda, hogy akik ezt a gombát fogyasztották, azok a lakók sokkal egészségesebb voltak, illetve sokkal tovább éltek, mint más emberek. Na most hozzávetjük, hogy a falusiak valószínűleg jobb a levegő, kevesebb a stressz, kevesebb a szennyezés, stb. Stb. De ezek a legendák nekem személy szerint nagyon bejönnek, és én hiszek a gyógygombákban is, illetve a tapasztalataim alapján is. Úgyhogy van egy ilyen öregedésgátló hatása is, illetve stresszoló, fizikai és mentális stresszoldó hatása is, illetve a szervezet csíjét is erősíti, ugye ez az életenergia. Úgyhogy már csak ez, még van egy pár hatása, azt majd olvassátok el már légy szíves a videó leírás vagy a termék leírásba. Most megnézem, hogy milyen íze van, jó, mert ez nekem nagyon fontos mindig. Nagyon picike keselni és íze van, mikor olyan utóíze, de amiben mandulagomba, nem is tudom, miért a mogyoró jutott eszembe, talán így a színéről, meg ugye a gomba alakjáról, mint a földi mogyoró, az úgy meg nagyon finom. A legvégén most, hogy így, amíg itt oldódik így a szájpadlásom, mindjárt leüblítem kis vízzel, kicsit mogyoró íze van a legvégére. Na most már most így rendesen finom. Kíváncsi vagyok, hogy amíg ebből valami jófajta kávét csinálnának a DX-nél, de jó lenne. Na, egy kicsit leüblítem. Ez tök finom szerintem. Nyilván, hogyha lehetne por alakjában kapni, akkor úgy fogyasztanám, mert én jobban szeretem a porokat. Mondjuk nyilván kapszula formájában hát így hamarabb lecsúszik, vagy esetleg nem ragad bele a... Mondjuk a fogadban nem kell, hogy beleragadjon, de mondjuk a spirulina por nekem szokott beleragadni egy kicsit, meg úgy zöld lesz tőle a fogam. Úgyhogy ezért esetleg, hogyha azt mondom, hogy könnyebben lecsúszson, akkor érdemes kapszulába szedni, de ezt mindenki maga dönti el, én porpárti vagyok. De mivel ezt most csak kapszula alakjában lehet még egyenlőre kapni, ezért így szedem. Úgyhogy hát finom. A hatása az, hát meg majd kiderül, ugye ezt most kezdtem el nem részedni. Mindenesetre teljesen egészséges vagyok, és a megelőzés céljából szedem, úgyhogy nem tudok még beszámolni ilyen tapasztalatokról, majd megnézzük 10 év múlva. Oké? Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!